Sziasztok srácok, itt Lesi Jomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És itt lenne a tegnap beígért videó, ahol már megint ezt felejtettem veszíteni, négyet. Nyertem, ugye hármat akarok veszíteni azért, hogy a Clash Royale League Challenget meg tudjam ettet mutatni, és bemutathassam számotokra a szerintem 5 legjobb decket, amivel ki lehet vinni ezt a challenget. Köztük ez az egyik, amit itt láthatok, egy Levahan deck, de nem akarok spoilerezni. A lényeg az, hogy 5 teljesen különböző decket hoztam nektek el mára, amivel szerintem és profik szerint elég könnyen ki lehet vinni ezt a challenge-et, illetve nem könnyen, de hogy ezekkel valószínűleg hogy én sem fogom tudni kivinni a challenge-et, mert én az utolsó ilyen 20-10-esnél, az egyetlen 20-10-esnél 14-ig mentem el, és most sem gondolom, hogy tovább fogok jutni sokkal. Viszont a héten fog még érkezni egy videó, ahol ezt meg fogom próbálni. Nem tudom pontosan még mikor, de fog érkezni egy videó, és ezt gyorsan kinyitom, és akkor bemutatom a deckeket. Háromszor ingyen meg lehet próbálni. És amúgy mennyibe kerül? Nem tudom. Szóval nagyon nagy nyeremény van, és ugye egy Clash Royale League-be tovább lehet jutni tulajdonképpen, hogyha sikerül. Úgyhogy szeretnék megnyitni a deckeket. Így 1-től 5-ig vannak számozva, ez nem az a sorrend, hogy mennyire jó, hanem egyszerűen, hogy én hogyan állítottam be igazából, és amúgy a Greenskin nem tudom, hogy miért csinálja ezt, és nagyon idegesít. Szóval, most emeltek így marad. Szóval az első deck, ez egy Levahandos, balunos, inferno, dragonos deck. Ezzel az egyik klántársam 19-ig jutott. 19-ig, ez azt jelenti, hogy pont nem sikerült neki kivinni. A másik deck, ez egy Hog Executioner tornádós deck, Fireball-lal és Guards-szal. A harmadik, az pedig ez a nagyon-nagyon meta, én valószínűleg ezzel fogok próbálkozni. Pekka, Royale Ghost, Zappies és Flying Machine-es Goblin hátos kombinációs deck. Aztán a negyedik az X-Bow, klasszikus. És az ötödik végül a Volkire Zappét. Szóval ez az 5 deck lenne szerintem, amivel érdemes megpróbálni ezt a challenge-et. És most mind az öttel ebben a videóban egyet fogok játszani, és remélhetőleg 5-0-ig el fogok tudni jutni. Tehát ez nagyon idegesít, srácok. Ez nagyon idegesítő. Na most már remélhetőleg jó lesz, akkor szerintem kezdjük szépen sorban, kezdjük a Levandal, aztán a Hogossal, aztán a Miner-es Pekkással, aztán az Ibóval is végül a Volker Zebétel, és remélhetőleg 5-0-ig fogok tudni eljutni, és tényleg nagyon-nagyon sok nyereményt lehet nyerni ebben a challenge-ben, úgyhogy mindenféleképpen megéri megpróbálkozni. És ugye itt Levahan van a kezünkben, úgyhogy szerintem ezzel fogok indítani. Sőt, biztos, hogy ezzel fogok indítani, le is raktam a Levahandot. Várom, hogy ellenfele mit csinál. Egy Baby Dragont lép rá, ami viszonylag jó counter, mármint, hogy nem tudok sok mindent lerakni el. Csak és kizárólag a minionokat, amiket itt szándékosan oldalra rakok. És a mirrorozta, mint láthatjátok, a Baby Dragonját, ezért lerakok egy Inferno Dragont a saját Levahandom mögé, hogy ezzel foglalkozzunk. És zeppeltem, és szerintem ez a pussal nem fogok szinte semmire menni, kivéve, hogyha ha nincs zepje, mert akkor nagyon-nagyon sokat tudok sebezni igazából, valamint az Inferno Dragonon betergetett a tornyot, és itt van az a bizonyos sok darab sebzés. És sikerült levinnem a tornyának az életét. 673-ra indítok egy balont, amivel igazából a Baby Dragont elfoglaltatom, valamint szerintem ez le fogja szedni a tornyot, mert egyet bele fog kitálni, minionjaim pedig leszedik a Baby Dragont remélhetőleg. Jó. Tökéletes. Jó, és egyelőre elég jól megy ez a challenge, de hát még az első meccsnél vagyok, és ez abból is egy nagyon-nagyon fura ellenfél ellen megyek, ezt lefireballoztam, ez elég egyértelmű volt, és szerintem én rakok egy Levahandot. Most ugye nincsen tungstonom, úgyhogy ezt nem tudom lerakni. És nem tudom, mi van a green screen, hogy az egyik softboxon nem működik jól, úgyhogy lehet, hogy itten ezért vannak a problematikák, és ezt zeppeljük szépen, és hát ez a legfeleslegesebb log volt ever. Jól van. Szerintem még nincsen minion hordja, és ha lesz is, akkor most már van fireballom, úgyhogy jöhet szépen a balloon. Jöhetnek a minionok, és készülök a fireballra, hogyha esetleg már visszapörgetett volna, és vissza is pörgetett. De én ezt nem fogom fireballozni, mert YOLO.
mert nincs rá szükség, igazából, na jó, erre már van szükség a fireballra, és 80 életem maradt a tornyának, életem legrosszabb fireballját elnyomtam sikeresen, érkezik a Zap, érkezik a Tombstone, és ezt igazából már egy fireballal behúztam, tulajdonképpen. Egy barbárokra rakom szépen a goblin gengemet, nagyon-nagyon fura deckellen megyek, és nem akarom elhasználni a Firebolt szándékosan, de a Zeppet elhasználjuk. Fireball megy a toronyra, ójjaj. Ójjaj, most lehet nem mondjuk két tornyot romboltam, meg két tornyot, esélytelen ennyi idő alatt le fog tudni szedni a srác. Érkezik a Tombstone, és tökéletes defense, 2-0-ra sikerült megnyernem az első mérkőzést. És ebbe a videóban 5 mérkőzést fogok menni igazából. Aztán amúgy elárulom, hogy a következő videó, amiben próbálkozni fogok ezzel a challenge-el, ott ezt fogom folytatni. Úgyhogy ez volt a levahandos deck igazából. Én talán meg is tudom mutatni nektek, hogy 19 ment a klántársam, 13, magyar ellen játszottam, 20-es csávó, Telvert, Soma, igen, itt White Wolf-ot szörteg állította meg, ezt a deck nincs benne a videóban, amit te használ, de ezt is ajánlom mindenféleképpen, és itt van, ott volt, srácok, ott volt, csak nem figyeltem, itt van 19 win, no comment, Gergő nagyon-nagyon szép volt, a másik deck, tehát ezzel a deckkel verték el. Na de, akkor nézzük szerintem ezt a Hog Execution decket, ami egy inkább egy ladder deck, de challenge-ben is nagyon-nagyon jól tud működni. Úgyhogy ezért gondoltam én is, meg azt hiszem Surgical Goblin is úgy, hogy ez működhet, mert ugye több youtubernek a videóiból szedtem össze ezeket a deckeket, több helyről néztem, hogy melyik lenne a legideálisabb deck erre a challenge-re, úgyhogy érkezik a logom, érkeznek, yes! Jó. Na jó, mi volt ez a tornádó zsombor? Fireballozni kellett volna a minion. Az Isten álljon meg! Zsomac, pére vagy. Aj! Simán megfoghattam. Nagyon-nagyon sok zeppelni valója van. És most szerintem valami agresszív push fog összerakni, úgyhogy szépen itten hátulról foglalkozok Executionerrel, szerintem ez elég lesz egyelőre. Erre a kis dologra, a logot pedig tartogatom annyire, csak tudom. És Execution ugye az nagyon-nagyon jó a Minion Horde ellen, és ugye az a torony basically már megvan. Meg azért az túlzás, hogy megvan, de értitek. Wow, mi volt ez? Úristen, ez Execution, ez nagyon OP volt. Mi volt ez a Mirror Goblin bele? Én ezt nem értem, srácok. Az mi volt? Night Executioner? Hello? Okés. Hát, haver. Szerintem ez neked nem annyira jött össze ez a challenge, hogy őszinte leszek, mert nagyon lehármaztam. Na, jól indulnak a dolgok. Egyelőre bemutattam két decket az öt közül, tehát még háromra van szükség. És amúgy azért nem tudom live-ba csinálni, mert mint mondtam a tegnap videóban, hogy elutazom, és megyek este pedig koncertre, úgyhogy két winnel vagyunk, tökéletes. Úgyhogy ugyanunk is át a harmadik deckre, erre a mineres pekkás metodekre, amivel nehéz játszani, ellenben nagyon-nagyon jól működik, és ugye a Clash Tournament, másik Clash Tournamentben is viszonylag sokan használták ezt a decket, nem véletlenül. Na, Deu az Amaterasok klánból, nagyon ismerős ez a klán, valahonnan nagyon ismerős. Reagoszta kezdünk, nem volt jobb ötletem igazából, és nem rak le semmit a srác. Kivéve most már lerakott egy pekkát, úgyhogy lerakom szerintem én is a saját pekkám. A Royale Ghostra úgy néz ki, hogy nem rak semmit, úgyhogy párat fog hitelni mindenféleképpen a toronyba. A pekka lecsapta,
Jó van, ez azért, erre azért számítottam. Úgyhogy jöhetnek a Goblin Hat, illetve jöhet a Goblin Hat, a pekkák azok egymást lövik, elhasznált egy Poison, ami azt jelenti, hogy én mostantól szabadon használhatom igazából a zeppízeimet. Jaj. Nem baj, Miner. Miner, zeppíz. Jó. Nem baj, ez a Miner az... Hello? Na, viszonylag sokat sikerült egyelőre sebezni. Ez jónak tűnik. Gyerünk! Jó, ezzel nem tudtam mit csinálni, igazából 1400, ajjajjaj, ez kicsit fájt, hogy őszinte legyen, nézzük, hogy ezzel mit fog tudni kezdeni, és betargetelt a tornyom, tökéletes, ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok damage, én meg rakom már is a Goblin Hatot, ami azt hiszem eléggé... Zepis, körbe kerítjük az Executioner-t, jó. Oké, és most több zepíz éltet volt, mint az előbb, úgyhogy ez mindenféleképpen pozitív. Puk! Érkezhet a Miner, a Flying Machine. Tökéletes, targeted be a tornyot. Jó, nem baj, ez is jó. Jó, hú, de jó helyre raktam a zepíz, Jesus! 620 élet, Wow. Ez szép volt. Ajaj. Mhm. Ajaj. Zepis késő raktam le, 30 életem maradt a toronynak, ezt nem hiszem el, konkrétan a Miner egyet ütött volna bele. Ezzel a deckkel nem fogok még egyszer újat játszani, de ajjajjajjaj, ez de közel volt, úristen, nem is én lennék szerintem, hogyha ez történt volna, nem ez történt volna velem. Na mindegy, térjünk át 4-es deckre az Izbóra, ami ez a klasszikus Izbó Cycle. Nézzük, ez nagyon jól történt, komolyan mondom, ennyi múlott a meccs. Ezzel a deckkel már szerintem egész jól tudok játszani. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mennyire sima lesz ez a meccs. Ice Golem, jöttek a zárcsenek. Szándékosan nem. Witch, hát az érdekes. Egyszerűen elgyarokítja. Ajaj. Az Isten itt, elcsörek. Áj, nem hiszem el azt a logot, ezt rosszkor használtam. Jesus! Ekkora spam decket, hát ezt nem hiszem el. Nem baj, Teslára lesz szükségem, azt hiszem. A Tesla lesz az én emberem, és a Tesla azért van, és tolja az ilyen kis dolgokat. Úgyhogy figyelni kell nagyon. Arra várok, hogy rakjon valamit. Az úgy... Elég korrekt. Gyerünk, log. Jó. Azok meghalnak. De jött az X-Bow. Juhu! Ez az, baby, ez az. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes.
Tök ennyire volt szükségem. Gyerünk, Tesla. Csináld a dolgot. Gyerünk, X-Bow. Mhm. Azaz, és nem robbant bele az X-Bow-ba. Wow. Mirror Star, érdekes. Yes. Ez jó. Szerintem feladta. Szerintem feladta. Úristen, ez nagyon jó. Ez nagyon jó volt. Gyerünk, gyerünk. Gyerünk, szedjük le. Two. One. Majdnem sikerült. Jól van. Azt hiszem ez jó. Szerintem mind a négy deck jó, amit eddig mutattam. És az ötödik is jó lesz szerintem. És igazából már ezért rövidebb videó lesz. És akkor szerintem holnap lesz ez a videó, ahol meg fogom próbálni kivinni. És az utolsó deck pedig ez a Walker Zebbétes kombináció tornádóval. Úgyhogy nézzük csak meg ezt a decket. Amúgy ezt mondta Surgical Gomi top 1-nek, hogy szerinte ez a legjobb deck, amivel ki lehet vinni. És amit tényleg elnézést a Greenskinnél, tudom, hogy szörnyű. Na de, nézzünk. Kezdjünk Princess-szel hátul. Természetesen ez egy ilyen alap kezdés. Most, ha már Double AC bennénk, akkor biztos nyomtam volna egy Rocketot a Night Witch-e, de nem fogok. Valószínűleg egy... Az Isten itt. Mi ez? Egy gólemes deckkel nézünk szembe. Mhm. Rogja valami, nem Walkerje. Érdekes. Nekem pedig a saját Walkerjem van. Ugye? Neki pedig Royale Ghostja is van. Ez érdekes. Ez mi az Isten? De úgy őszintén. Mi ez a deck? Ez fura. Nagyon fura. De működik neki, az a durva. Gyerünk Walker plusz torony. Gyerünk Walker plusz torony versus Walker. Nagyon fura. Ez tuti nem gólem. Mi volt ez az app? Azt elrontottad, barátom. Azaz. Nincs sok időm. Nem már! Ezzel a pusszal még meg lenne, ezzel! Gyere, Goblin, gyere! Ennyi mulat, ennyi. Nem hiszem el. Na jó van. Hát ez nagyon jól kezdődik. Nem kezdődik jó. Viszont a deck, az láthatjátok szerintem elég jól bemutattam mindegyiket, hogy jól működnek. Azért ez is viszonylag közel volt, meg az előző is viszonylag közel volt. Úgyhogy ez lenne az deck, amit én ajánlok mindenféleképpen, hogy próbáljátok meg ezzel kivinni a challenge-et. Ennyi lettem volna mára. Holnap találkozunk egy olyan videóban, ahol megpróbálom kivinni a challenge-t, és megpróbálok valameddig eljutni. Úgyhogy találkozzunk holnap a következő videómban. Én Zsomac voltam. Sziasztok!